manifestum. Az Insecurity állam egy olyan paraállami tér, amely az ideiglenesen autonóm zóna, Hakim Bey, elvét alapul véve a techno, mint intermediális esztétika mentén jön létre. Egy olyan artisztikus antiállamról és cselekvő közösségről van szó, amely a rendszergondolkodás militáns és uniformizáló hatalmi gyakorlatait belülről felforgatva hoz létre elnyomásromboló transz állapotot. Ez azt jelenti, hogy az elnyomó rendszer szívébe épített ellenállam egyszerre imitálja és leépíti az állami erőszak formáit. Vagyis túlgondozza és túlbiztosítja az állam terébe lépőket, ugyanakkor kibiztosítja és a szükségállapotig fokozza a fegyelmező rendszerek működését. Ez az esztétikai zóna a költői technoterrorizmus terepe, ahol a frusztráció praxisait kisajátítjuk, az apokalipszis képállatját meglovakoljuk. Az idegháborús propaganda kellékeit, egyenruha, megfigyelés, kondicionálás, a jelentésrombolásig túlhajtjuk, hogy létrejöjjön a jelek szükségállapota. Előképeink a kalóz köztársaságok, Gabriele de Annunzio fiumei szabadállama, Nestor Ivanovics Manon gerilla taktikái, a Neue Slowenische Kunst összművészeti állama, Rolf Dieter Brinkmann gázkamra diszkói, a politikailag elkötelezett Spiral Tribe és a Free Techno mozgalom nomád terei. A szükségállapot zenei ünnepe nem oldoz fel, hiszen az önmagát leromboló állam kibiztosított szívében nem marad más, mint a szubjektum nélküli elevenség, a puszta élet. Terror praxis. 1. Az államba való belépés ingyenes. A kilépés 1500 forint. Mindenki, aki az államot elhagyja, pecsétet kap. A pecséttel rendelkezők szabadon járhatnak ki és be a rendezvényre, de mindvégig magukon hordják az állami fertőzés stigmáját. 2. A biztonsági személyzet a belépésnél fészkontrollt gyakorol, fenntartja a jogot a bevándorlási kérelem visszautasítására. 3. A biztonsági személyzet a belépésnél túlgondozza a kérelmezőket és testi-lelki motozást végez. Mivel a vizuális dokumentáció bárminő gyakorlata az állam eszméjével ellentétes, beléptetéskor a biztonsági személyzet a képrögzítésre alkalmas eszközök optikáját leragasztja. Továbbá az inadekvát ösztönkésztetések kiszűrésére, elkülönítésre és megsemmisítésre kerülnek. Ezen tilalom megszegése az államból történő azonnali kiutasítást vonja magával. 5. volt. 6. Az állam esztétikai ideológiája lehetővé teszi, hogy az állampolgárok a politikai techno extázison keresztül felfokozva kiéljék társadalmi frusztrációjukat. 7. Az állami propaganda gépezet központja a megfelelő infrastruktúrával felszerelt propaganda iroda. Itt termelődik az állam esztétikai ideológiája. Az iroda által létrehozott propaganda anyagok kiegészülnek kultikus tárgyakkal, terrorfétisekkel, videóinstallációkkal. 8. Az állam lakosainak inadekvát szkopofiliáját eltérítendő, az állam területén belül külön videószoba kerül kialakításra. Itt az állam lakosai Johann Grimon Prez Dial History című filmeszéjének folyamatos vetítésén keresztül kerülnek elmeprogramozásra. Uniform praxis. 9. Az állam lakosainak hivatalos egyenruhája az állam logójával ellátott, szemeinél és szájánál kivágott fekete símaszk. 10. Az állam területén a művészek és a klub egész személyzete, mint az Insecurity State technokrata kasztja, ugyanezt az egyenruhát viseli. 11. Az egyenruha belépéskor megvásárolható a propaganda irodában, és minden állampolgár számára szabadon viselhető. 12. Az egyenruha integrálja a szemét az állam kollektív tudatába, és felszabadít az államon kívüli normák hatája alól. 13. Az államban nem léteznek kívülállók.
Az egyenruha egy totális előadás szereplőjévé avatja viselőjét, aki így válik puszta megfigyelőből aktív állampolgárrá. 14-es. Az egyenruha célja a látogató feloldása a szubjektum nélküli elevenségben, abban a paradox szabadságban, mely az esztétikai állam szuverenitását jelenti. Surveillance praxis. 15-ös. Az állam területén bárminemű vizuális dokumentáció mind az államvezetés, mind az állampolgárok számára szigorúan tiltott. 16-os. A képrögzítési tilalom a totális jelenlét megszervezésén keresztül a puszta élet kibontakozását szolgálja. 17-es. Az állam területén található megfigyelő apparátusok, mint az állam vizuális propagandájának szerves részei kizárólag installációs célt szolgálnak, azok képanyagot nem rögzítenek. 18-as. Az állam területén tükörszoba kerül felállításra. A tükörszoba a kiállításának köszönhetően minden abban zajló történést egy végtelenített térben történő előadássá változtat át, és egyszersmind leleplezi a szkópikus rezsimek hatalmi technikáit. Az installáció a megfigyelő és a megfigyelt szerepébe való kölcsönös belehelyezkedés lehetőségét nyújtja a résztvevők számára. 19-es. Az esztétikai állam a képalkotás és a képrombolás dialektikáját gyakorolja. 20-as. Az esztétikai állam egyszerre kép és nem kép, maga a puszta élet.